Egy speciális trezorba kerültek az Országos Széchenyi Könyvtár kiemelt értéket képviselő dokumentumainak digitális másolatai. Az Északi Sarkvidéki Világarchívum egyedülálló módon vállalja a digitális adatok hálózaton kívüli megőrzését a Föld legészakibb városában kiépített tárolójában. Náluk helyezték el például a Vatikáni Apostoli Könyvtár, a Pízai Egyetem vagy éppen a Norvég Nemzeti Múzeum több anyagát is. Jönnek most a részletek, Titanilla. Rózsa Dávid, az OSK főigazgatója most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön személyesen is ott volt akkor, amikor ezeket az archivált anyagokat elhelyezték ebben a bizonyos trezorban. Most biztos sokan felteszik maguknak a kérdést, hogy miért pont a Spitzbergákon van ez a széf? Mi teszi olyan különlegessé? Ezt mindenek előtt két tényező teszi különlegessé. Az egyik az ott uralkodó hőmérsékleti viszonyok, ugye a bánya fölötti, ugye ez egy szénbányában lett kialakítva ez a trezor, az e fölött lévő talajréteg az örökfagy állapotában található, ugye ez a permafrost, amelyik egy folyamatos -3-4 fokos hőmérsékletet biztosít, ami ideális ezeknek a dokumentumoknak, illetve ezeknek a speciális filmszalagoknak az őrzésére. A másik fontos tényező pedig, hogy van már egy prototípus, egy jól működő minta erre az eljárásra. Ugye nem sokkal, vagy nem messze ettől a bányától, ahol ez a trezor található, működik a nemzetközi magbunker. Igen, ahol ugye ezeket a bizonyos magokat, vetőmagokat tárolják. Igen. Milyen különleges dokumentumokról van egyébként szó? Miket helyeztek el ebben a trezorban? Ugye nagyon alaposan végig kellett gondolnunk, hogy abból a hatalmas kincsestárból, amelyet őrzünk, melyek lesznek azok a dokumentumok, amelyeket kiválogatunk, hiszen az Országos Széchenyi Könyvtár a magyar írásbeliség szinte teljességét felöleli, ugye a kéziratoktól kezdve a modernkori kéziratokig rengetegféle dokumentumot őrzünk. Ezért az volt az elsődleges célunk, hogy kiemelt kulturális értéket képviselő dokumentumok legyenek, és reprezentálják a gyűjteménynek a gazdagságát. Ezért elsőként Mátyás király világhírű könyvtárát, a Korvinákat, a nálunk őrzött 37 kötetet digitalizáltuk, és ezeknek a digitális adatait vitték föl speciális filmszalagra. A második gyűjtemény egységünk az alapító atyánk Széchenyi Ferenc gróf, és egy másik nagy adományozónk, Kaponyi Sándor gróf térképgyűjteményéből válogatott, és a 20. század első harmadában született csodálatos szecessziós, ardekós, grafikus plakátokat helyeztük el. 14 ezer felvétel készült ezekről a dokumentumokról, nagyjából fél terabájtnyi adatról beszélünk. Erről a bizonyos elhelyezésről természetesen fotó is készült, mindjárt meg is mutatjuk, és a nézők is látni fogják, hogy ott áll ön, illetve Magyarország norvégiai nagykövete, Sándorfi Eszter, mint elhelyezik ezeket az anyagokat. Amikor azt mondjuk, hogy ezeket speciális formában tárolják, akkor ez mit is jelent? Ugye említettem, hogy itt digitális állományokról beszélünk. Ugyanakkor az a hordozó, amelyen ezek a digitális adatok találhatók, az egy analóg, a hálózattól független anyagon van. Ez egy speciális filmszalag, amelyre lézerrel másolják föl a digitális adatokat, és a Magyar Nemzeti Könyvtár 6 filmtekercset adott most be ebbe a trezorba, ezeket speciális csomagolóanyag védi, és ezen felül a trezor, és ezen kívül még a -3-4 fokos állandó hőmérséklet is biztosítja azt, hogy ezek maradéktalanul megőrződjenek utódainknak. Egyébként ezúton is szeretném megköszönni a norvégiai magyar nagykövetség, és mindenek előtt Sándorfi Eszter nagykövet asszony segítségét. Rengeteget segített nekünk abban, hogy ott Norvégiában minden flottul menjen. Itt a fotón is látszik ez a bizonyos trezor, amelyben benne vannak ennek a világarchívumnak az itt elhelyezett dokumentumai. Egyébként milyen dokumentumokat őriznek még itt a magyar tekercseken kívül?
Ez egy 2017-ben indult projekt. Az elmúlt, ugye tavaly a pandémiás viszonyok miatt nem volt elhelyezési ceremónia, tehát lényegében egy év kiesett, de az elmúlt években 26 ország intézményei adták már be a különböző kulturális kincseiket. A legnagyobb adományozója a Világarchívumnak az a Vatikáni Apostoli Könyvtár, de ezen kívül nemzeti levéltárak, például Brazília és Mexikó nemzeti levéltárának a dokumentumai, az alkotmány, az első alkotmány szövegével, a Pízai Egyetem, a Norvég Nemzeti Múzeum, Szép Művészeti Múzeum, Hat Történeti Múzeum, számos nagy intézmény adatai találhatók még itt meg. Magyarországról az Országos Széchenyi Könyvtár az első intézmény, amely filmtekercseket helyezett itt el, és a világon is a második nemzeti könyvtár vagyunk. Folyamatosan érkeznek egyébként ide anyagok a világ minden tájáról, ez folyamatosan bővül ez a gyűjtemény? Folyamatosan bővül a gyűjtemény, ugyanakkor az időjárási viszonyok miatt a ilyen elhelyezési ceremóniából évente maximum egy lehet. Ugye most ér véget a Spitzbergákon a nyári időszak, ezután jön egy enyhe tél, majd egy keményebb tél, azok kevésbé alkalmasak erre, de a digitalizálási tevékenység, illetve a filmteker való átírás, az folyamatosan zajlik, és egyébként azt is tervezi az archívum, hogy létesíteni fognak egy olyan látogató központot, ahol ezek között, a kulturális kincsek között egy élőben, de mégiscsak virtualizált helyszínen lehet majd sétálni, és lehet majd megcsodálni ezeket a kincseket. Vannak-e arra tervek, elgondolások, hogy mondjuk az OSK anyagából további dokumentumokat helyezzenek el itt, illetve milyen dokumentumokat? Természetesen van. Ugye említettem, hogy a magyar írásbeliség több száz évét átfogja a gyűjteményünk. A következő alkalommal én mindenképpen azt szeretném, hogyha a legféltettebb kódexeinknek a digitális másolatai kerülnének itt elhelyezésre. Ugye az OSK-ban több mint 700 kódexet őrzünk, köztük a legbecsesebb nyelvemlékeinket, köztük is a legelső sorszámú, ugye a Praj kódex, amely a halotti beszéd és könyörgést is tartalmaz, úgyhogy én azt szeretném, hogyha ez lenne a következő anyagunk. Nagyon szépen köszönjük Rózsa Dávidnak, hogy itt volt velünk a stúdióban. Én is köszönöm a lehetőséget.